Testvéreim, fennálló énekként a 134. Zsoltárnak mind a három verszakát énekeljük. A 134. Zsoltárnak első verszaka itt kezdődik. Úrnak szolgálj, mindnyájan, hárgyátok a kurát. Thank you.
Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, kinek légyen örökkévaló dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás most és minden időben, életünk minden napján. Amen. Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, aki által szól hozzánk az Úr, ami mennyei édesatyánk ebben az egyetemes imaheti istentiszteleti órában. Írva található Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott levele első részének 15-től 17-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek szent igéje miképpen iratott meg Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott levele első részének 15-től 17-ig terjedő verseiben, felolvasom, kérek hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő alázatos lélekkel. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Amen. Eddig tart Istennek ígéje. Krisztusban szeretett kedves testvéreim! Az Úr Jézus Krisztusnak legkisebb és mégis legnagyobb apostola, aki egykor olyan névre hallgatott, hogy Saul, Pál apostol vágyik eljutni a római keresztényekhez. Vágyik a velük való közösségre, a találkozásra, vágyik az egységre. Vágyik arra, hogy az evangéliumot, az apostoloknak a tudományát nékik is hirdesse. Hiszen tudja jól azt, hogy az apostolokról, az apostoloknak a tudománya, az Úr Jézus Krisztusról szóló evangélium összeköt, testvérekké tesz mindannyiunkat. Hogy miért is fontos az apostoloknak a tudománya, tesszük fel önmagunkban a kérdést. Az apostolok tudománya tulajdonképpen egyesít bennünket. Hogy miért is fontos ez? Azért, mert az apostoloknak a tudománya tulajdonképpen nem más, mint Istennek, a mennyei édesatyának a drága evangéliuma. Az evangélium azt tudjuk jól, hogy örömhír, amely először is Jézus Krisztusról, az ő viselt dolgairól szól, és arról szól, hogy Jézus Krisztus Istennek egyszülött fia eljött ebbe a világba, hogy megkeresse és megtalálja mindazt, aki elveszett. És a reménytelennek tűnő helyzetben levő ember felfedezze azt, hogy ha már az Úr Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, akkor ő most már többé nincsen ítélet alatt, hanem Istentől, az ő szent fián, az Úr Jézus Krisztuson keresztül kegyelmet talál, és kegyelmet talál. Krisztus evangéliuma, az apostoloknak a tudománya egyesít bennünket, egyesít minket. Kedves testvéreim, egyetértésre, egységre vágyunk mindannyian, kivétel nélkül. Mi is az egység? Az ökuménia. A fiatalok, tudom jól, hogy milyen jól tudnak az interneten elbókrászni. De az idősebbek, vagy a középkorúak is elboldogulnak.
És hogyha véletlenül az interneten vagy a Wikipédiát próbálod egy kicsit átnézni, abban a következőt kapod, a következő meghatározást kapod. Ökumenizmus jelenti a keresztény vallási felekezetek által használt protestáns eredetű fogalmat, eszmét, mentalitás. Kedves testvéreim, protestánsok vagyunk, reformátusok vagyunk, talán mondhatjuk nyugodtan, némi nemű büszkeséggel, hogy mi vagyunk a világnak a hajtómotorjai, mi vagyunk a világnak az úgynevezett mozgató erői, mozgató rugói. Miért is mondom mindezt el? Azért, kedves testvéreim, mert a protestáns felekezetek, legyen az református, legyen az evangélikus, vagy legyenek a neoprotestáns felekezetek, baptista, adventista, vagy legyen a másik nagy felekezet, az anglikán egyház. Ők voltak azok, és mi voltunk azok, akik a régi középkori egyházakat, amelyeket belátottak fontosodva és merevedve, gondolok én itt a római katolikus egyházra, vagy az ortodox egyházra, valóságosan kényszerítettük, hogy az ökumenizmussal lépjenek. És a testvériséget, az egyetértést és az egységet valósítsák meg. Mi az ökumenizmusnak a jele, és mi az ökumenizmusnak a lényege? A különféle keresztény egyházak közötti baráti viszony létrehozása, és nem az, hogy mi az, ami elválaszt engem a katolikustól vagy az ortodoxtól, hanem a lényege az, hogy mi az, ami összeköt. A közös pontokat próbáljuk, úgymond, együvé tenni. De a mai világ és az egyházak nagyon nagy gondot fordítanak, kedves testvéreim, az egység megteremtésére. És akkor, amikor egységről van szó, kedves testvéreim, nem csak a keresztény egyházak között próbálják megvalósítani az egységnek a létrehozását, hanem tovább mentek, a nem keresztény egyházakkal is próbálnak egységre lépni. Próbálják az ökumenét velük is tovább ápolni. És ezzel magyarázható az, kedves testvéreim, hogy vannak olyan esetek, amikor keresztény felekezetnek az egyik fia vagy a lánya nem keresztény felekezetből keleti vallás követőjének a házasságra lépve. Ezzel magyarázható az, hogy például akkor, amikor házasságra lépnek, akkor nyugodtan elmerik azt mondani, hogy igen, egy Istenünk van. És ezt szívük teljes nyugalmával mondják el. Mi úgy nevezzük, hogy Isten, talán ő úgy nevezi a házastársam, legyen az a férjem vagy a feleségem, hogy Allah, vagy Buddha, vagy Jávé. De egységre törekedünk, kedves testvéreim. Egységre törekszünk, egységet akarunk emberek és felekezetek között. De ennek, hogy az egység megvalósuljon, egyetlen egy útja van. Egyetlen egy alapja van. És ez az út, az Jézus Krisztus útja, az alap, maga az Úr Jézus Krisztus. Mert egy ember csak akkor kerül közösségbe Istennel, és egységbe az Úr Istennel, hogyha Jézus Krisztus élete urára vallja és fogadja el. És így tudja megvalósítani azt és felmutatni azt az ő életében, hogy az én bűneimre bocsánatot kapok Jézus Krisztuson keresztül. És ugyanakkor az élet után pedig nem örök kárhozatra, hanem örök életre jutok. Kedves testvéreim, egy házasságban, egy családban, egy férj és egy feleség igazán akkor válik egyé, hogyha az ő életüket teljesen mind a ketten kivétel nélkül Jézus Krisztusra alapozzák. Csak akkor lesz egység népek és nemzetek között, ember és emberek között, vagy talán vehetjük nyugodtan példaképül az Európai Uniónak minden egyes államát, csak akkor valósul meg az igazi egység közöttünk, hogyha az Úr Jézus Krisztust elfogadják és azt szerint próbálnak élni és munkálkodni. Akkor lesz egy gyülekezet egyé, egy felekezet vagy több felekezet egyé, hogyha Jézus Krisztus elfogadja élete urának és hajtómotorjának. Érdekes, kedves testvéreim, hogy Jézus Krisztus összeköti az embereket. És nyugodtan álljon előttünk
elrettentő példagyanát idézőjelben mondva Herodesnek, a vérezkező uralkodónak és Pilátusnak a barátsága. Barátokká tette ő Jézus Krisztusnak az ügye. Tudjuk jól azt, hogy Herodes, a vérezkező uralkodó nem tudta kimondani a halálos ítéletet Jézus Krisztus felett. Ők kitartóan gyűlölték egymást és haragudtak egymásra. Tehát szüksége volt ő neki Pilátusnak a segítségére. Jó, Krisztusnak az elvesztésében lettek ők barátok. De kedves testvérem, a mindennapi életben sokszor találkozunk olyannal, hogy sokszor ember egymásra gyűlölettel és szeretetlenséggel gondolt és tekintett. Aztán akkor, amikor felfedezték, hogy az ő életükben is ott van Jézus Krisztus, aki döntő módon tudja befolyásolni az ő mentalitásukat, gondolkodásukat és viselkedésüket, egy adott pillanatban ráébredtek arra, hogy Krisztus az, aki összeköt bennünket. És eljutottak odáig, hogy azután Krisztus fősége alatt igazán barátokká váltak. Tehát Jézus Krisztusban van az egység. Így lehetünk mi egymásnak a testvérei. Még akkor is, hogyha a bőrünk színe nem egyezik, még akkor is, hogyha a nyelvünk nem egyezik, és más nem köt össze, csak a Jézus Krisztusba vetett hitünk. És akkor arra az emberre, aki még nem is az én nyelvemet beszéli, nem is olyan a bőre színe, mint az én bőrömnek a színe, testvért látok benne, mert ő is pont úgy Istennek a gyermeke, Jézus Krisztus által a megváltott Isten gyermeke, mint ahogy én vagyok. Feltehetjük a kérdést ugyanakkor, hogy miért fontos Krisztusnak a tudománya, a keresztről szóló üzenetnek a hirdetése, amelyre Krisztus legkisebb és mégis legnagyobb apostol a Pál apostol is vállalkozik. Talán álljon előttünk példaképből a János írása szerint való Szent Evangélium 3. részének 16. versében, amelyik úgy hangzik az íge, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogyha a hitvallásunkat a Heidelbergi kártét megnézzük, ugyan ezen a három duktuson épül fel, mert az első részben benne van az embernek a nyomorúságáról. Felfedezzük, hogy milyen nyomorultak vagyunk. És mi nem érdemlünk semmi más Úristentől, csak büntetés. De hallottuk az ígéből, hogy elküldette az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztus érettünk. És a második részben ott van az embernek a megváltásából szóló tanítás. És a harmadik rész a háladás, amikor én megköszönöm azt az örömhírt, az evangéliumot, hogy igen, a mennyei édesatya az ő fiát érettem is odaadta a világ legmagasabb hegyén, a Golgotán, ahol bemutatta az egyszeri és örök érvényű áldozatot. Érettem, érettem, helyettem és helyettem ment fel a keresztfára. Hogy szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal a mennyei édesatyát kiengesztelje, és minket Istennek a szeretetébe visszahelyezze. Kedves testvéreim! Pál apostol korában hatalmas evangéliumnak számított ez, amikor hallották az egyszerű emberek abban a világban, ahol több istenségek voltak, és mindegyiknek áldozatot kellett bemutatni. Mennyire hatalmas, drága örömüzenet volt az ő számukra, hogy van egy olyan Isten, aki szeretettel viselkedik, és viseltetik a bűnbe esett ember iránt, és aki nem vetel téged az ő szentséges színe előtt. És azt mondja, hogy kövess engem, megbocsátottak a te bűneid. Hadd idézzünk fel egy jól ismert, nagyon közismert, egyszerű történetecskét. Egy egyszerű ember mondotta el életének a nagy eseményei között. Elmesélte ez az egyszerű ember, kínai emberről van szó, hogy akkor, amikor ment hazafele, megbicsaklott a lába, és egy hatalmas verembe esett bele. Próbált ő onnan a veremből kijönni. Sehogyan sem sikerült. És hiába kiáltozott, nem jött senki először a segítségére. Aztán lépteket hallott, és amikor felnézett, látja, hogy
a verem szélén ott áll Konfúciusz, a kínai vallásnak a megalapítója, aki eléggé zord és mord hangon azt mondja, hogy fiam, ha hallgattál volna a tanításomra, akkor most nem estél volna bele ebbe a verembe. Erre az egyszerű kínai ember azt mondja, én ezt nagyon jól tudom, de segíts ki engem ebből a veremből, és ígérem, hogy a tanításodat megfogadom, és követlek téged. Erre Konfúciusz mit sem törődve a bajba jutott emberrel tovább folytatta az útját. Aztán egyszer csak arra lett figyelmes, hogy más valaki is letekintett a veremnek a mélyére. Ez Buddha volt, a buddhizmusnak a megalapítója. Keresztbe fonta a karját, és azt mondotta, fiam, ha te is keresztbe fonod a karodat, bemunyod a szemedet, és a teljes nyugalomra vágysz, akkor az alázatosság állapotába kerülsz, majd elkerülsz a nirvánába, ami olyan, mint nálunk a mennyország, a teljes megsemmisüléshez, megtalálod a lelki, testi nyugodalmadat, és ennyi. Hiába kérte az egyszerű ember Buddhát is, hogy hát segítse ki a veremből. Ő is tovább ment. Ott hagyta ezt a szerencsétlenül jutott embert. Tovább a veremben. Aztán egyszer azon vette észre magát, hogy valaki megint lehajol föléje a verembe. Mohamed volt. A mohamedánizmusnak a megalapítója, Mohamed a próféta. És akkor azt mondotta volt Mohamed neki, hogy ember, de ne csinálj ekkora lármát. Vedd tudomásul, hogy ez Allahnak volt a döntése, hogy te ide a verembe beleessél. Mielőtt meghalnál, mielőtt a paradicsomi állapotba eljutnál, mondd el a hitvallást, hogy Allah a legnagyobb úr a világon, egyedüli profétája Mohamed. És azután hallj meg. Hiába kérte, hogy segítsen rajta, Mohamed is tovább. Már teljesen elkeseredett, végső elkeseredésében már leszámolt mindennel, hogy ő innen ebből a veremből soha nem fog kijutni. És akkor hallott egy szent hangot. Édes fiam. És amikor felnézett, látta, hogy egy kéz nyúl le feléje, azonban észrevette, hogy ezen a kézen sebb hely van. És ahogy jobban megnézi, látja, hogy aki feléje hajlik, annak a homlokát sebek ékesítik. Égtelenítik, ékesítik, a tövis koronának a helye ott van rajta. És abban a pillanatban azon vette észre magát, hogy Jézus az, Istennek egyszülött fia, aki oda melléje lejött a verembe, kisegítette a veremből, és amikor látta, hogy milyen a ruhája, nagyon-nagyon piszkos, a saját ruháját adta rá. És azt mondta, hogy gyere és kövess engem, és én azt fogom cselekedni, hogy a te lábad legyen megőrizve az eleséstől. És ezért lettem én, szólt az egyszerű kínai, a maga képes nyelvén, Jézus Krisztusnak a követője. Tehetjük fel a kérdést önmagunkban is, kedves testvéreim, gyakorlatilag miben segít bennünket Krisztusnak az evangéliuma, a keresztről szóló üzenet? És a választ is meg tudjuk adni, mert a halál után örök életet szerez nekünk. Szükségünk van nekünk a megváltóra. Halálba futó életünknek tényleg szüksége van az Úr Jézus Krisztus váltsás halálára, aki helyettünk halt meg. Kedves testvéreim, hogy gondolkozzunk csak el egy kicsit. Mit érezhetett annak idején Ábrahám akkor, amikor a fiával ment, hogy az Úrnak, a mennyei édesatyának áldozatot mutasson be. És amikor a fia azt érezte, hogy hát atyám, hát hol van az áldozati bárány? Ő pedig a szíve összeszorult, és azt mondotta, hogy majd az Úr gondoskodik az áldozati bárányban. Vajon mit érezhetett akkor abban a pillanatban, amikor ott a bokornak a szövevényében felfedezte a szarvánál fennakadt kost, amit meg tudott áldozni a mennyei édesatyára, és újra visszanyerhette a fiát, és boldogan ölelhette magát. Vagy mit érezhetett a többszörös gyilkos Barabás, akinek már ki volt tűzve a halála,
hogy keresztre feszítik. És akkor abban a pillanatban megtudja az utolsó pillanatban azt, hogy nem őt feszítik meg, hanem helyette egy ártatlan embert, akinek semmi létre nem volt. Aki hozzá hasonló volt, kivéve a bűn. Nem hiába, hogy Pilátus a pogány helytartó. Mielőtt kimondta volna a halálos ítéletet, azt mondotta volt, miután megmosta a kezét, hogy moson kezeim, tiszta vagyok ennek az ártatlan embernek a vérétől. Igen, kedves testvéreim, örök életet kapunk mi, a mennyei édesatya szentséges fiának váltság halála által. Krisztus evangéliumához való ragaszkodás valóságosan meghatározza a földi életünket. Hiszen Istennek engedelmeskedő, szelíd lelkű emberek vagyunk, aki nem teszi tönkre a családját, a környezetét, sőt, gazdagítja azt, ahol él és ahol munkálkodik. Becsületes, alázatos, jótékony emberként éli meg azt a néhány évtizedet, amelyet az Úristen az ő nagyságos kegyelméből az életkönyvében az ő neve mellé is beírt. De jusson eszünkbe Pascalnak a mondása is, amikor azt mondotta volt, ha a Szentírásnak igaza van, akkor a hit, az Istenben való hit, az ő benne bízó embereknek elhozza az örök életet. Ha pedig nincs igaza a Szentírásnak, ha Isten mégsem létezne, akkor is egy hűséges, becsületes embert nyerünk. Egy olyan embert, aki a környezetének és az emberiségnek is hasznos tagja tud lenni. Pál apostol azt írja, hogy ő adósa mindenkinek, azzal, hogy ezt a jó hírt tovább mondja. Kedves testvéreim, a ma estére kijelölt ígék között van még egy olyan is, hogy támad a versengés a tanítványok között, hogy ki legyen a nagyobb. Na most, kedves testvéreim, talán mi a legjobb, hogyha Pál apostolnak a példáját követjük. És versenyünk azzal, nem azzal, hogy Jézus mellett kifoglal majd helyet, hanem azzal fogunk, egymással fogunk versengeni, hogy ki kinek hogyan tudja elmondani minél jobban, minél részletesebben a drága evangéliumot, hogy van nekünk egy szerető mennyei édesatyám, és egy olyan Jézus Krisztusunk, aki azért jött, hogy megkeresse és megtalálja mindazt, aki elveszett. Pál apostol azt mondotta volt, hogy nem szégyellem az evangéliumot, nem szégyellem, mert az akkori ismert világ fővárosában is merte bátran hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát a sok filozófus, tanító, bölcselő és verselő ember között. Miért nem szégyelte hirdetni mindezt? Tesszük fel a kérdést. Azért, mert a Krisztusról szóló evangéliumban erő van, kedves testvéreinek. És el tudta hirdetni, és tudta hirdetni úgy a zsidók előtt, mint a görögök előtt, mint mindenki előtt. Nem beszélve arról, hogy Rómában